Kisvárdán jelentős múltja van a kézilabdának, a 90-es években a nemzetközi porondon is szerepelt a város női csapata. Hosszabb szünet után az elmúlt évben jutott vissza az élvonalba a KKC, amely idővel ismét ki szeretne lépni a nemzetközi porondra. A városban az utánpótlás nevelésre is hangsúlyt fektetnek, jelenleg több mint 200 fiatal kézilabdázik, szeptembertől pedig elindul a Kárpát-medencei Kézilabda Akadémia. Amikor ezt megvizsgáltuk, hogy hol vagyunk erősek itt a régióban, és hol vannak utánpótlási lehetőségeink a határon túl, akkor egyértelműen az volt az álláspont, hogy a kézilabda az egyik ilyen sportág, és ezért gondolta úgy a kisvárdi sportvezetés, a város vezetése, a magyar kormány sportot irányító minisztériuma, illetve államtitkársága, hogy igenis itt szükség van egy ilyen akadémiára, és ezért hozzuk létre szeptember 1-től, illetve az első tanítási naptól kezdve a Kárpát-medencei Kézilabda Akadémiáját, ahol kifejezetten elsősorban női játékosokat, illetve utánpótlásban szereplő gyermekeket fogunk oktatni, nevelni, tanítani mind a sportra, mind a hitre és mind a magyarság szeretetére. Az első évfolyamban szeptembertől 15 lány kézilabdázó és 15 fiú labdarúgó kezdi el tanulmányait. Az akadémiának otthont adó épület építése hamarosan elkezdődik, amíg el nem készül, a Szent László gimnázium kollégiumában laknak majd a gyerekek. A negyedik év kezdetén 60 kézilabdázó, illetve 60 futballista lakója lesz az akadémiának.